Magyarország már befogadott 1300 menekültet 2017-ben, csak ezt a tényt a magyar társadalom előtt titokban tartotta a kormány, mondta Mirkóczki Ádám, a Jobbik politikusa múlt keddi sajtótájékoztatóján. A Jobbikos honatja nyilvános vitát kezdeményez a Fidesszel, mert szerinte ezzel a lépéssel a kormány éppen a soros tervet hajtotta végre. Arról az oltalmazotti státuszba vett 1300 menekültől folytatna vitát Mirkóczki Ádám Jobbikos képviselő a Fidesszel, amit a genfi egyezmény miatt volt kötelező befogadni a Magyarországnak, habár azt elismerte a képviselő, hogy az egyezményt minden körülmények között be kell tartani. Én voltam az, aki 2015-ben az iraki nagykövetség előtt, amikor a jazidi keresztényeket elkezdte az iszlám állam először gyilkolni, akkor egy gyertyás megemlékezéssel egybekötött sajtótájékoztatót tartottam az iraki nagykövetség udvarán, ahol arról beszéltem, hogy a valóban üldözött és menekült embereket be kell fogadni. Én arról is beszéltem, és a Jobbik ezt mindig is elmondta, hogy a nemzetközi egyezményeknek eleget kell tenni, így értelemszerűen a genfi egyezménynek is. Mirkóczki Ádám cáfolta Komlósi Csaba LMP-s képviselőjelölt kijelentését, miszerint az LMP az egyetlen állva maradt ellenzéki erő a választókerületben. Meg fog lepődni Komlósi Csaba is, és mindenki más is, hogy mennyire adtuk fel, hát szó sincs róla, meg fogjuk nyerni az egri választókerületet. Ez feltett szándékunk, és mindenféle belső adatunk és információnk azt támasztja alá, hogy ez így is fog történni. Ugyanakkor én szívből és őszintén szurkolok az LMP-nek, hogy vigye át az 5%-os parlamenti küszöböt. Szerintem nagyon nagy szükség van egy olyan pártra a Magyarország gyűlésben, mint az LMP, de picit azt mondom, hogy több realitás, de nincs ezzel semmi baj, tehát egy kampányban mindenki mond sokfélét, és mindenki oda pozícionálja magát, ahová szeretné, de én azt pontosan tudom, hogy a Jobbik és az én személyem az egyéni jelöltek között nagyjából hol tart, és mi a realitás. A sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy pártja egyik jelöltet sem fogja visszaléptetni más párt jelöltjének a javára, nem köt választási szövetséget senkivel sem, de ha április 8-án úgy alakulnak a választási eredmények, akkor szövetségre lépne a Jobbik az LMP-vel vagy a Momentummal.